végül Friderichunk baráti kör. Oh,
Bye.
kívánok, jó estét kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Budapesti Medikáltalán Benyuskal nevében, és elsőként is köszönjük a meghívást, és köszönjük a vendéglátást Mezőgúri Kórusnak. Azt gondolom, hogy ez a mi életünkben is egyébként egy szép pillanat, amikor az ember ki tud mozdulni otthonról, és olyan tájegységeket is bejár, ahol a laborában a kórus sosem járt. A kórusra azt hiszem, hogy egyébként mindenképp érdemes tudni, hogy egy, azt szoktam mondani, hogy egy teljes mértékben amatőr társaságról van szó. A létező legtöbb szakma megtalálható közöttünk, szoktam mondani, hogy mindig mondani, hogy tolmácsok, mérnökök, orvosok, pedagógusok, és ki tudja, hogy minden nem tudok felsorolni az összeset. Lényeg, hogy a kórusban a legtöbb szakma képviseli magát. Őszintén szóval ezért szóval az amatőr kórus világot, mert a legtöbb szakma valahol tetten élhető lenne, és általában az ember valakit keres egy bizonyos szakmában, akkor mindenki van ismerős vele környéken. Egy szó, mint száz, nagyon jó közösség a cél a kórus működtetésének, létrehozásában is ez volt a célunk, és ez a koncert pedig abból a szempontból különleges a mi életünkben, hogy egy jó pár éves terep vált végül is valóra. Halász Peti, a harmadikán játszik majd az egész koncert folyamán. Hát szóval az elmúlt két-három évben sokszor beszélgettünk, és egyszer megjelentettem, hogy azért ez a hangszer jó volt, hogy elhivatott az emberek gondolják, hogy általában két kialakul róla, és tangó harmadik az arra képes, hogy azt a három-négy dalat játsza, amit mindannyian jól ismerünk. És ezt képest mennyire több hangszínre élik benne, és mennyire inkább alkalmas arra, hogy akár egy orgonát is helyettesítsen. És ebből jött az ötlet, amit az első darabban is hallottak, hogy valójában orgona kísérletes darabokat, orgona kísérletes kórusműveket megszólaltassunk harmonikával, meg aztán picit később ki is bővült, mert nem csak ilyen lesz majd, hanem még egy különböző ilyen kombinációk is összejöttek belőle, de azok van elég később. Elsőként Mozart Arabian Bacchuszát hallották, szerintem egy viszonylag ismert és nagyon közkedvelt darabról van szó, úgyhogy nem is kéne nagyon bemutatnom, majd pedig most Kodály 111. Genfi Zsoltárát énekeljük majd, ez is egy orgona kísérletes darab, azt a pillanatot jeleníti meg ezt az időszakot, amikor a zsidók kivonulnak Egyiptom a földjéről, és az ő hatalmas erejében szétválasztja a vizeket. Azt hiszem, hogy el tudják képzelni, hogy hogy néz ki ez a orgonán, az ő hatalmas erejében szétválasztja a vizeket, körülbelül ilyen hangulatot is magadnak. Úgyhogy fogadják szeretettel a Budapesti Medikáltalán Vegyeskart, harmadikán játszik az egész koncerten. Thank you.
következő percekben a harmonikának egy picit másik arcát szeretnénk kidobolítani. Az első dűn, amit hallani fognak, egy zenedobozról szól, egy Bartra Musica francia szöveggel egyébként. Ez eredetileg nem harmonikára íródott, de mind a zenedoboz kicsit a harmonikára is emlékezteti persze az ember, meg egyébként is a hangszínével egyébként nagyon jól passzol hozzá. Szóval következik ez a bizonyos Lego által a műzite, majd pedig következik egy valódi harmonika darab, ami most fordítva történt, most a harmonika darabot hívták át kórusra, ilyen fotát találtunk, és választottuk azt, hogy végig is tegeladjuk. Van egy nagyon-nagyon ismert harmonika művész, akit így világszerte nagyon szeretnek, Piazzolláról van szó, ez az ő darabja, aztán keletkezett belőle egy kórusmű, a címe Iber Tango, Thank you.
Minden hangversenyünkön szoktunk egy kisebb elégedet is elkövetni a közönséggel szemben. Arra gondoltam, hogy egy picit énekelhetünk együtt is. Gyorsan mondom, hogy nem most, csak így kezdjék el készülni. Nem két három perc, még valamint fel lehet jönni a széken, levegőt venni kettő párnak. Addig a lányokat megkérem, hogy így osztolja a szét gyorsan, mert a fiúknak átjön a felület. Van egy számomra nagyon fontos missziója a húsnak. Tudnék ma az ember körbenézik ország húsait. Azt szokta látni, hogy egy húsban van 70% hölgy, és nem tudom, 30% húsz sincs egyébként, tehát igen 80% hölgy és húsz férfi. Valahogy az az érzésem, hogy a férfiaknak így nagyon nehéz motiválni arra, hogy vagy arra, hogy énekeljenek és hogy mind bevállalják ezt a dolgot, vagy adott esetben arra, hogy kicsit olyan nőiesnek érezzük ezt a tevékenységet, nem nagyon hiszem, hogy így van. Őszintén szóval a Szlávországon van egyébként óriási hagyománya van a férfi karoknak, és Magyarországon is valaha így volt. Most már útra jártam egy koncerten, ahol csak férfi karok énekeltek, és hát elég döbbenetes látni, hogy ilyen 7-8 férfi kar van az országban. Valószínűleg egy picit több azért, de több mint 10 000 férfi van Magyarországon, és ehhez képest nagyon-nagyon kevés a férfi aránya. Úgyhogy hát egy picit ebben a misszióba álltunk, és tartottam egy férfi kari fórum találkozót egy nagyjából 3 hónappal ezelőtt. Azért, hogy azt megmutassuk, hogy minden férfi képes rá, és hogy ráadásul hogy minden férfi meg tudja találni azt a stílust, ami neki szimpatikus. 100 féle dolgot lehet énekelni, lehet klasszikusat énekelni, lehet még zenét énekelni, lehet bármilyen könnyedebb zenét énekelni, és most, amit ebből ízelítőről megmutatunk, ez valójában nem egy férfi kari darab, hanem ez egy dal, de igazából bőségesen alkalmas arra, hogy kórussal énekeljük. Úgyhogy fogadják szeretettel a kórus férfi karát, akik Gershwin Nice World If You Can Get It című művét fogják énekelni. Erről nagyjából annyit érdemes tudni, hogy majd szövegek körülbelül annyit jelent, hogy majd ha el tudod érni, hogy egy hölgynek a figyelmét megragad, akkor így meg így tudod ezt elérni, de hogyha mégis sikerül, akkor légy mondd el nekem is, hogy ott csinálod. Szóval, Gershwin Nice World If You Can Get It. Ebben az esetben most kivételesen zongorával, de átvédik az emberi zongorát, mert ez én felállítás. Remember all the leaves are raking, the leaves are lying, the leaves are nice, the celery side, bye bye.
segíteni fogok mindenben. De én fogok tudni, hogy iszont nehéz lesz, azért választok ilyet. Már nem tudom, hogy egyáltalán nehéz. De hát az első hangot kiadni az embernek magában, hogy nehéz. Tudom is, mert pár szóval már csinálom. Általában jó ennyi szokott lenni a végére. Dumbai. Nagyon jól megy, lehet, hogy itt nem megkérdezik, hogy álljunk is fel hozzá egy picit.
koncertünkön. Köszönöm, szóval nagyon örülök annak, hogy ilyen családos helyszín és ilyen nagyszerű közönséggel létrejött ez a koncert. És hát külön köszönjük szépen a Mezőtúri Kórusnak a meghívást és a lehetőséget. Tulajdonképpen, ahogy a Csaba már említette, ez egy hát már több mint egy két éves projekt, hogy kórus plusz harmonika, és ez mindenféleképpen egy egyedi és újfajta dolog. De azt már megszokhattuk, hogy Gorgonán és Zongorán szoktak kísérni kórusokat, a harmonikában még nem hallottam érdekes módon, tehát zenekarral szoktak harmonikás, vagy akár több harmonikás együtt, így ez mindenképpen egy nagyszerű lehetőség, és egy újfajta dolog. Most két darab fog elhangzani, ebből az egyik az egyébként eredetileg egy Gorgona darab, másik egy harmonika. César Franck egy nagyszerű, kiváló, késő romantikában élő francia orgonaművészi zeneszerző. Róla azt kell tudni, hogy nagyjából a franciáknak ő olyan, mint nekünk Liszt Ferenc. Tehát, hogy egy ilyen nagyon központi alak a zenében, és hát amellett, hogy nagyszerű zeneszerző, kiváló organista volt, és hát a darabjának a nagy része, 1887-ben erre a hangszerre íródott. És hát a harmadik az valamilyen szerintem rokon hangszer a Gorgonával, azzal a különbség, hogy nem olyan sípok van, úgynevezett nyelvsípok, tehát egy ilyen zárt félrendszerben élő bulacska mozog a levegő hatására. És hát a másik érdekesség az Orgonánál, hogy egyébként az embernek mond három kezel lehetősége, tehát két kéz és a láb, ugyanis van egy lábrész is az Orgonában, ezt harmonikán két kézzel is meg lehet valósítani. A bal kéz két különböző rendszerén, egyszerre a pedál és a Orgonán rendetek bal kéz szólama, harmonikán nevez esetben csak bal kéz, jobb kéz az pedig értelemszerűen jobb kézzel fog szólani. Úgyhogy a darab címe Cantabile, amivel azt kell tudni, hogy éneklő, nagyon lágy éneklő darabról van szó egyébként, és attól függetlenül, hogy megnyugtató, fogják érezni, hogy van benne egyfajta feszültség, így a különböző nagyon zord harmóniák miatt, de aztán a végére ezt teljesen meg fog nyugodni. A második darab az még tulajdonképpen egy bosszanova, biztos nagyon sokan ismerik, és egyébként a kórus már hallotta is ezt a darabot, Viktor Vlasov egy kiváló harmonikai zeneszerző, neki vannak különböző jazz kompozíciói, ő írt egy átiratot a jól ismert Brahms 5. magyar táncából, és ebből csinált egy szó szerint egy bosszanovát, egy paródia darabot, egy viccet. Úgyhogy ez egy nagyon eltérő darab, kicsit más lesz, mint a Franck, úgyhogy fogadják sok szeretettel, César Franck Cantabile és Viktor Vlasov Brahms mosolyának.
közben a kórus visszafáradt a befejezéshez. Elmondanak, hogy két olyan művel készülünk az egész műsor hivatalos zárásához. Értsék jól a hivatalos zárás. Igen. Az első nem mondom meg, hogy mire állhatni, és ráadásul egy picit önöket is szeretnék majd belemondni. Úgyhogy majd értsék jól, hogy mi a feladat, és szálljon belőle is. De annyit elmondok róla, hogy egy elég ismert dolog következik, amit egyébként egy nagyszerű zeneszerző barátok bizony Magyarovári Viktor dolgozott fel. Mint ahogy a másik feladat is, azt azért elmondom, hogy mi lesz. A abszolút hivatalos zárószám egy rajzfilm slágerekből álló, hogy mondjam, medli, emlékben megszűnő darab lesz a zárószám, amiben ez a darab, ez most kifejezetten külföldi rajzfilmekből áll, de azért azt hiszem, hogy elég ismertek Magyarországon a Unimaci, meg a Balukapitány, meg a Hukikék, Törvikék, meg a nem tudom még mi minden, Napover bácsi és társai. Egyszer, mint száz, Viktor zsenijét az mutatja szerintem, hogy azon túl, hogy ezek a dalgok önmagukban is persze népszerűek, de fantasztikus, hogy hogyan rakja egymáshoz őket, és egyébként milyen hangnemekkel és milyen lentőkben. Szóval nagyon élvezetes darab. Elsőként már következik ez a kicsi meglepetés, majd következik a mese medli, és hát ezen a ponton azt gondolom, hogy nagyon köszönöm, hogy eljöttek ilyen szép számmal, mert minket nem ismertek, de azt gondolom, hogy a Szóló Felicsi énekegyüttes viszont igen, és köszönjük azt a bizalmat, hogy végigvárták ezt a nem annyira rövidre sikerült koncertet. Már nincsen benne nagyon sok hátra, és igyekszünk jelvezetesen, mert az utolsó percet is. Szóval következik az első darab, aztán a második, ez a mese medli, amelyben Szólót énekel való Nani, és zongorán közreműködik mindkét darab. We are the champions.
mindig kimarad egy fontos információ. Kahlon van ezen a ütő hangszer, amire csak rá kell ülni és bufölni rettenetesen. Szóval Kahlon közreműködés is óri ezt.
még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattad bennünket, reméljük, hogy jól érezték magukat. Ha igen, akkor a kedvünk és lehetőség engedi, kövessék a Facebook oldalát Budapest Amerikántára 4-es kar néven, ahol egyébként sokszor adott esetben felvételeket is igyekszünk közölni a koncertekről.